OnlyFans. A hely, ahol emberek milliókat fizetnek a tartalomgyártóknak az exkluzív tartalmaikért. A hely, ahol fiatal lányok ezrei tesznek szert hatalmas bevételekre a kirívó fotóikra, és a hely, ami lehetőséget nyújt neked pénzt keresni, anélkül, hogy fényképeznéd magadat, vagy lenne egy komoly közönséged. Gondoltál már arra, hogy az OnlyFans-zel olyan emberek is rengeteg pénzt kerestek már, akiknek az arcát még soha nem láttad? Nos, a helyzet az, hogy ez így van. Most pedig megmutatom az üzleti hátterét annak, hogyan keresnek pénzt az emberek azzal, hogy mások OnlyFans oldalát menedzselik. És hogy mikről lesz szó ma? Lépésről lépésre megnézzük, hogyan kell elindulni. Megnézzük a lehetséges buktatókat és a megoldásokat rájuk. És a végén kiderül az is, hogy én lennék a modernkori Hugh Hefner, vagy éppen csak egy jó lehetőségnek tartanám, de nem indulnék el benne. Először is nézzük meg akkor az OnlyFans Agency-nek az üzleti modelljét. Az OnlyFans Agency ez magyarra lefordítva OnlyFans ügynökséget jelent. Ez külföldön általában úgy szokott menni, hogy te menedzseled először egy hölgynek az oldalát, emiatt te százalékot kapsz, vagy éppen van egy ilyen egyszeri költség, amit fizetnie kell, vagy éppen havonta fix költséget fizet, ezek majd később elmegyünk. A videó célja nem az, hogy ilyen modernkori striciket neveljen. Sokkal inkább, hogy bemutassa, hogy hogyan működik ez az üzleti modell, és hogy mit lehet tanulni belőle. Első lépés a piackutatás. Meg kell nézni, hogy van-e Magyarországon ilyen ügynökség, és ha igen, akkor milyen szolgáltatásaik vannak, milyen áron, és hol tudnál te kitűnni. Második, hogy meg kell nézni, milyen lányoknak menedzselnéd a profilját, és hogy milyen szolgáltatásokat tudnál te nyújtani neki, ami miatt megérni. Ki kell számolni, hogy nagyjából mennyit tudnál keresni vele. Adok pár segítséget. Külföldön háromfajta árazás van. Az első a százalékos árazás. Amikor te menedzseled az ő oldalát, és a bevételből százalékosan részesedsz. A második az a fix díjas, tehát hogy mondjuk havonta fizet neked $100, és te menedzseled. A harmadik az pedig a vegyes. Tehát van egy úgynevezett angolul setup fee, ami annyit jelent, hogy egy felállítási költség, vagy elindulási költség, ami fix díjas, mondjuk 100 000 forint, utána pedig százalékosan havi szinten fizet neked. A második lépés az üzleti terv. Fel kell írnunk konkrétan, hogy milyen szolgáltatást szeretnénk nyújtani a modelleknek. Vagy nem tudom, hogy hívjuk ezeket, mindegy, legyenek modellek. Hoztam egy listát a potenciális szolgáltatásokról, amiket lehet nyújtani. Első a tartalomgyártás. Ide lehet a fotózás, a videózás, az ötletek vagy éppen inspirációk küldése, hogy mik azok, amik éppen trendingelnek a platformon. Második az a promó és a marketing, tehát hogy hogyan népszerűsíted az ő oldalát. Harmadik a kapcsolattartás a rajongókkal, tehát hogy konkrétan te írsz vissza az ő nevében, és menedzseled azokat a kéréseket, amit a rajongók fogalmaznak meg. Negyedik a bevételnövelés. Ezt el tudod érni személyes videókkal vagy személyes képekkel. Az ötödik az analitika és az egyszerűsített jelentés neki, tehát hogy egyszerűen összefoglalod, hogy amúgy hogy áll az oldala, és hogy ha így folytatja, akkor milyen növekedés vagy milyen csökkenés fog bekövetkezni. Hatodik pedig a jogi és a könyvelési segítség, tehát hogyan tudja ő ezt legálisan csinálni. Most, hogy már tudod a konkrét szolgáltatásokat, ezek mellé árakat is tudsz rendelni, sőt, akár csomagokba is tudod rendezni. Harmadik lépés a saját képességeidnek a felmérése. Tehát a már fent említett szolgáltatási körből mik azok, amiket te is képes vagy megcsinálni. Mik azok, amiket nem értesz, de bele tudnál tanulni, és mik azok, amik vagy sokba kerülnek, mint például egy fényképezőgép, vagy nincs időd, energiát beletanulni. Na, ezekre kell majd egy csapat, de erre majd picit később térünk ki. Negyedik lépés, validálni az ötletet, tehát hogy tényleg működik ez az ötlet, vagy csak az elméletben állja meg a helyét. Írj rá egy online influencerre, lehetőleg akinek kevesebb követője van, ilyen 5-10-20 000, akinek már van OnlyFans fiókja. És írd le neki, hogy miért érné meg neki együtt dolgoznia veled. Eleinte fixen a százalékot ajánl fel, mert sokkal könnyebben nyitottak az emberek arra, hogy valamiből adnak egy részesedést, mint hogy előre kifizetnek valamit, ami nem biztos, hogy megtérül. Plusz amúgy, hogyha hosszú távon együttműködtök és jól csinálod, akkor a százalékkal te is jobban jársz. Ha már sikerült legalább egy, de inkább 2-3 lányt meggyőznöd, akkor is csak is akkor jegyezd be a saját vállalkozásodat. Mert ugye legálisan nyomjuk az egészet, amit az ilyen fake guruk meg mentorok valahogy mindig kihagynak a saját kurzusaikból. Ötödik lépés a vállalkozás bejegyzése. Nem vagyok könyvelő, de meg kell nézni, hogy melyik vállalkozási forma a legjobb ennek. Így kapásból amúgy egy KFT-t mondanék a korlátolt felelősség miatt, de lehet akár egy BT is jó lehet, ennek utána kell nézni. Következő a jogi tényezők felkutatása. Na, ez az, ami ilyen vörös posztó ebben az üzleti modellben. Mondok párat, amire különösképpen oda kell figyelned. Ezt ilyen caps lock-kal írjuk oda, hogy csak is 18
18 év feletti lányokkal szerződhetsz. Ezt ilyen ultra caps lock-kal. Ha véletlenül is valahogy becsúszna egy 18 év alatti, akkor irány a börtön. Nagyon komoly szerződés kell, amiben benne van, hogy te nem kényszeríted őt semmire, és hogy a saját érdeke miatt csinálja az egészet. Benne kell lennie, hogy te kezelheted a személyes adatait és válaszolhatsz a nevében, hogy ez így a GDPR miatt is rendben legyen, és fontos, hogy ez csak az OnlyFans oldalra vonatkozik. A szerzői jogok kérdését is tisztázni kell, és természetesen az adózást, hogy te milyen alapon kapod meg a pénzedet, vagy ő milyen alapon kapja meg az övét. Ezek a legnagyobb buktatók, és rengetegen itt véleznek el. Ha ez is megvan, akkor kell egy ügyvéd, aki megírja ezt a szerződést, és kell egy könyvelő per adótanácsadó, aki segít neked az adózási kérdésekben. Zárójelben megjegyzem, fixen hülyének fognak nézni. Utána már csak egy bankszámla kell, és a szerződés a Stripe-al vagy PayPal-al, attól függően, hogy milyen fizetések vannak az OnlyFans-en, ezt nem tudom. 5. Építs egy csapatot. Már felírtad azokat a készségeket, amikhez nem értesz. Most keresned kell olyan embereket, akik ezekhez a készségekhez értenek, és tudnak segíteni neked. Hogy minimalizáld a saját kockázatodat, próbálj velük is százalékosan megegyezni. Elmondani, hogy miért éri ez meg nekik, és lehet, hogy eleinte kevesebbet kapnak, de később többet fognak belőle keresni. Fontos nagyon, hogy az embernek a személyiségét is nézed, amikor interjúztatod. Tehát ne csak azt nézd, hogy mennyire ért egy bizonyos dologhoz, hanem hogy mennyire illene bele a csapatba. Mert minden készséget el lehet sajátítani, akár már a YouTube-ról is, és egy kis gyakorlással, de azt, hogy valaki a személyiségét megváltoztassa, az sokkal nehezebb, hogy emiatt ő beleírjen. Nincs is ilyen szó. Vagy emiatt ő becsatlakozzon a csapatodba. 6. lépés a marketing. Fontos, hogy itt a marketinget két részre kell osztanod. Az első és a fontosabb, hogy a már meglévő modelljeidnek tudj feliratkozókat hozni, mert akkor a te bevételed is nő, és ő is boldogabb lesz, mert egy jó szolgáltatást kap. Ezt hívjuk vertikális skálázásnak ebben az esetben, hogy egy ügyfélből több pénzt kapunk. A másodikat hívjuk horizontális skálázásnak, amikor arra ügyelünk, hogy egyre több modellt keresünk fel, megmutatjuk az eddigi eredményeinket, és egyre több modellel szerződünk, hogy nekik is csináljuk azt a szolgáltatást. Ez a videó már szürreálisan hosszú lenne, ha még a marketing tervbe is belemennénk, úgyhogy azt most kihagyjuk, de adok pár tanácsot. A Twitter Live az jó szokott lenni. TikTok videók lengeruhányban, TikTok Live, Insta Reels, YouTube Shorts és Instagramon úgynevezett shoutoutokat venni nagyobb oldalaktól. 7. lépés az optimalizálás. Minden hónapban nézd meg, hogy a számok hogy alakultak, és hogy mi miért alakult úgy. Ez a 6 kérdés segíteni fog neked az optimalizálásba. Melyik tartalmak teljesítenek a legjobban? Melyik marketing csatornák hozták a legtöbb új előfizetőt? Mik a külföldi trendek? Hogyan változott az előfizetőknek a száma? Hogyan tudnád több ideig megtartani az előfizetőket? És melyik részét tudnád a vállalkozásodnak automatizálni? Nézzük akkor a lehetséges buktatókat, mert azért van bőven. A jogi dolgok elcsúsznak, ez talán a legnagyobb veszély. Ezt úgy tudod megoldani, hogy konkrétan beszélsz egy, de akár lehet, hogy kettő ügyvéddel, egy tanácsadás szintjén, megkérdezed, hogy ő ezt hogyan építené fel jogilag, és hogy ha már elmondta, utána pedig írjon konkrét szerződésmintát, és figyelmeztessen téged minden olyan lehetséges jogi buktatóra, ami még bejönne. Második, hogy nem elégedett a modell veled, mert nem hozol elég eredményeket. Ezt úgy tudod kibekkelni, hogy már előre tanulsz arról, hogy ezt hogyan csinálják külföldön. YouTube-ra beírod, hogy OnlyFans Management, és ki fog dobni rengeteg oldalt, és próbálod a lehetséges technikák, a taktikákat, a stratégiákat elsajátítani, már azelőtt, mielőtt leszerződnél vele. 3. Nem kommunikálsz vele eleget, hogy mit miért csinálsz, így ő nem érzi ezt a kapcsolatot, hogy ti együtt dolgoznátok. Ezt úgy tudod szimplán megoldani, hogy mindig írsz neki, hogy mit miért csinálsz, és hogy ő is lássa, hogy ezt mondjuk azért csinálod, hogy több ember jöjjön át az oldalra. Hogyha ezt az első 1-2 hónapban megcsinálod, akkor ő utána meg fogja érteni, és nem fog tőled kérdezgetni semmit, mert bízik benned, hogyha hozod az eredményeket. A 4. pedig, hogy a csapatodból elmennek az emberek, és így nem tudod ugyanazt a szolgáltatást nyújtani, vagy ugyanazt a minőségű szolgáltatást nyújtani. Ezt úgy tudod áthidalni, hogy egyrészt megpróbálsz automatizálni minél több mindent, plusz megpróbálsz többfajta emberrel is együtt dolgozni, tehát legyenek úgymond beugrós emberek is, akik tudnak neked segíteni. Tehát, hogyha úgy alakulna, hogy valaki kilép a vállalkozásodból, vagy a csapatodból, akkor se legyen az, hogy összedül az egész. All in all, el kell mondanom, hogy egy jó üzleti modellnek tartom, és Amerikában tényleg működik, viszont nem én leszek az új partner, és nem szeretném a fókuszomat megbontani ezzel. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és hogy tudtál belőle tanulni. Ha nem is azt, hogy hogyan kell indítani egy ilyen üzletet, de azt, hogy hogyan kell egy általános üzletet elindítani. Kíváncsi vagyok a véleményedre, nyugodtan írd meg kommentbe. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!